Varjá Zsófi és Paulini a vendégünk, és végre, amiről annyit beszéltünk, hogy Harry Beast koncert a Budapest Parkban. Hát egyrészt, másrészt meg, hogy amikor megtudtam, hogy jönnek, akkor azonnal mondtam, Zorka, jönnek, koncert, képzeld el! Mindig tini sztárokkal fotózkodik, hogy jobb legyen a gyerekénél a pont. Nem, nem, ez fordítva úgy van, hogy mi egymásnak mutogatjuk a jó zenéket, és ami mind a kettőnknek a lisztjén rajta van, az ilyen közös kedvenc, és hát ennyi kész. Legutoljára akkor beszélgettünk, mikor a turnéindító koncert miatt voltál bent nálunk, ugye Kecskemétről indult, és akkor még olyan távolinak tűnt, hogy egyszer lesz a Budapest Parkban, de hogy most itt van ma este. Vagy holnap, bocsánat, holnap este. Már megijedtem egyébként. Nem, még jó, hogy nem mentem oda ma. És a Budapest Parkban, hogy hát én elnézést, Harry Beast. Ma egy kicsit a helyszínekkel, időpontokkal problémám van. Tehát holnap este Budapest Park. Milyen volt eddig, hogyan fogadta a közönség akár Paulinát? Aki hát nyilván neked, én ezt tudom, hogy neked ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy a Honey Beast előtt. Hát na. Igen, ezt minden koncerten ilyen jó hosszan ki szoktam fejteni, hát már kicsit így mondják, hogy így Úristen, itt vagyok, és a Honey Beast előtt, hát ezt nem hiszem el. De te még nem unod, hogy ennyire nem, mondja. Sőt, nekünk nagyon sokat adott a Panka, és nagyon hálás vagyok érte komolyan, és ez nem csak kollaboráció, hanem szerintem ez jóval több, és tényleg tök jó jött ki mindenféleképpen, és szóval boldogok vagyunk. Akkor lehetséges, hogy akár másfajta fúzióban is fogunk veletek találkozni? Akár. Tehát van ilyen terv? Gondolatok akár vannak, konkrét tervek még nincsenek, de hát én semmit nem zárok ki. Milyen készülni egy ilyen helyzetre? Mi, a koncertre vagy a... Hát a méretéből. Hát én megkaptam a sávokat, mert nálunk vannak sávok, amiben az egész műsor benne van, ilyen HD-sáv, és én arra készültem otthon. Nyilván ez hiányos, mert erre jönnek rá a hangszeres kollége, de én erre készültem otthon, és kicsit olyan biztos fura volt, hogy ott egyedül a nappaliban végigugrál. Szórakoztatom a pókot a falon. De ilyen, én így készültem. Mekkora volt az a legnagyobb közönségetek eddig? Kolozsvár főterén volt a legnagyobb közönség, 16-17 ezer fő. Azt akkor azért... De ez nem csak Honey Beast közönség volt, De mozogtak rátok. Mozogtak. Szóval akkor már van egy képet, hogy mondjuk egy parkot milyen megugráltatni. De figyelj, rettenetesen izgulsz, ezt jól látom, hogy ez valami... De hát mitől? Kérdezze persze, hogy izgul az ember. Anyukám is szokott izgulni. Hát a mai napig. Mindenki. Figyeljetek, elmondom nektek, 2008-ban volt ugye a arénánk, és ott én nekem van egy ilyen emlékem, hogy elmentünk, takarás volt, ilyen nagy függönytakarás, és volt egy ekkora rés. És így jöttünk be, már felszerelkezve mentünk a színpadra, és ott láttuk meg először mindannyian egyébként a stábbal a teltházat. Fémszakadás. Nem emlékszem onnantól kezdve a második dalig, amíg a Dórinak, ugye ezt a nézőknek mondom, ilyen fülmonitorral dolgoztunk, amiben jön mindenféle zenekar, saját hangunk és a többi, és a Dórinak szétcsúszott ez, mert ugye öltözés még nem volt. Jézus! Nem már ilyet! Megoldottuk, tehát rövid időn belül ez a technikai rész, de ott ébredtem föl, hogyha nincs ez a pillanatnyi probléma, nem tudom, hogy egyáltalán emlékszem bármire a koncertről, szóval, hogy tökre megértem azt, hogy van egy ilyen félelem. De közben meg ez valami óriási, óriási adrenalin, nem? Szóval, hogy az ember onnantól kezdve ezt keres. Hát neked meg, mert azért a Zsófiéknek van egy múlt, de nyilván egy friss előadóként kiállni egy ilyen mennyiségű ember elé, az mindig egy ilyen eufórikus érzés, nem? De hát igen, vagy holnap meglátom egyébként. Biztos, de hát, hogy jó lesz. Fú, az biztos, hogy tényleg nem tudok. Nem tudok rendesen így beszélni róla, hogy hogyan szoktam például készülni, meg ilyenek, mert hogy így túlságosan bele
Olyan vagyok ilyenkor, mint egy kiskutya, hogy elkezdem csóválni a farkamat. Jaj, de hisz ki. Holnap csóváld elég erőteljesen. Igen. Nem is faggatunk titeket tovább, mert látom, hogy az izgalommal próbáltok. Ma még egyébként? Én otthon még egyébként, még de eljárok egy táncot a pókoknak. Oké, akkor a pókoknak a hangsávoknak. Ajándék lesz? Persze, jó, van, akkor megnyugodtam. Köszönjük, hogy itt voltatok, és minden a legnagyobb rendben lesz, nem lesz ilyen holnap este Budapest Park. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük.